A harmadik álomkert a Dórái, amit 4 vagy 5 évvel ezelőtt a Gasztroangyalban mutattunk be, és te vagy az én vírusgazdám. Jó. Figyelj, jó. Életem, tényleg, szóval, hogy köszönöm, de hát, tényleg, igazán, szóval itt beléptem ezen a kapun, és én azóta elvesztem. A kertészet megszállottja lettem, és ezt neked köszönhetem, és annyira biztató, hogy remélem nagyon sok embert megfertőzöl, mert ugye egy nyitott kert vagy. Igen. És látogatható kert, és biztos, hogy ez egy óriási misszió, amit szerintem csinálsz. Igen, ilyen küldetésszerűen fertőzök, ha lehet így mondani. Igen, de ez már tudatos is, tudatos, nem? Tudatos, abszolút tudatos. Belső építész vagy, aztán elkezdted a saját kertedet csinálni, hogy jól emlékszem el a történetre, és annyira beleszerettél, és olyan népszerű lett, hogy aztán megtanultad, elvégezted a kerttervezést is. Igen, kertépítő, és akkor utána mentem át a kert tervezésre gyakorlat, ami jobban én vagyok. Uh-huh. Hát persze, ehhez érzék kell lenni, de tényleg erre születni kell. De meglett ez a terület itt Velencén. Ez a kis porta. És akkor hogy fogtál neki? Soha nem felejtem el azt a hétvégét, amikor ugye egy biciklizés alkalmával ráleltünk a kertre, és átjöttem az akkor még ilyen rozzant kis fakerítéses kapun. Nem tudom, ott én már láttam a jövőt, meg láttam a kertemet. Tehát akkor az egész kert még egy ilyen Csipke Rózsika birodalom volt. De hihetetlen, tehát mondom, megálltam a kapuba, és már láttam, hogy merre mennek majd az utak, merre mit kell majd ültetnem, tehát tényleg egy hihetetlen csoda volt, és mondom, az volt az életemnek az a pillanata, amikor elmondhatom, hogy így minden szinten, minden téren így megváltozott az életem, tehát egy ilyen teljes fordulatot vett minden. Tehát figyelj, a nagy fenyők, igen, és a diófa megvolt. Igen, ők ugye a fénylőfáim és a vérzőfa. Nagyon szeretem őket a régi magyar nevőkön szólítani, ahogy eleink is szólították, mert szerintem hihetetlen beszédes nevek ezek. Mi az, hogy fénylőfa? Fénylőfa, hát a fénylőfa ugye az a Lutz Lux ebből jön, uh-huh. És gyakorlatilag a fénylőfák azok olyanok, mint egy ilyen fényantennák, tehát gyakorlatilag összekötik az eget a földdel, uh-huh. És hihetetlen sok magasabb szintű információt hoznak le ide nekünk a földre. Uh-huh. És a vérzőfa? A vérzőfa az pedig a diófa, ami ugye most már 83 éves az idén. Ő azért vérzőfa, mert nagyon aktív a netfkeringése így egész évben. Tehát azt jelenti, hogy az évnek csak egy ilyen meghatározott időszakában lehet hozzányúlni, tehát ilyen nagyobb ágakat levágni, mert elvérzik. Igen, és igen. Az akár a fa életébe is kerülhet. Egyszerűen lenyűgöző a kertet, ahogy kinéz, koratavasztolt, vagy tehát egész évben, mert a teled is mindig gyönyörű, ahogy nézem a fotóidat, szerencsére jó sokat teszel ki, és az ember gyönyörködhet, vissza-vissza lapozhat. De ami még megfogott, az pont ez a spirituális gondolkodásod, amivel ezt az egészet csinálod. Nem véletlen, hogy itt víz van, gondolom. Persze, hát az egyik őselem, tehát víz nélkül a kert az... Az szerintem nem kert, tehát a víz jelenlét az nagyon fontos a kertbe. De ugyanígy mondom, igen, a növényeket is most már, főleg az újonnan bejövőket, ugyanúgy, mint eleink is, tehát tudatosan ültetem, mert ugye minden fának küldetése, feladata, rendeltetése van a létezésben, és nagyon, nagyon
hogy mondjam, a fák tudják segíteni, támogatni az életet. Tehát például egy erdei fenyő, vagy egy fekete fenyő, az pont oldja a búskomorságot, a melankóliát, ezt a kicsit depresszív hangulatot. Úgyhogy hihetetlen, a berkenyék ugye azok az életöröm, a jelenlétnek a nagy tanítómesterei, és például a nyírfák, ez is annyira érdekes, mert amikor ugye a szendergő fák, ugye azért szendergő fák, mert nem alszanak olyan mélyen télen, tehát szenderegnek. Ezek a nyírfák. Nyírfák, igen, nyírfák. Tehát ezért van az ugye, hogy kora tavasszal már meg lehet őket csapolni, ugye ez a viricselés, és az az életmedve, amit ilyenkor a fák odaadnak az embernek, az hihetetlen erővel és energiával képes feltölteni így az emberi szervezetet, úgyhogy egy csoda. Mielőtt itt tovább mész, ne felejtsd a szabad. De én nagyon sok bántást kaptam akkor, amikor kiraktam, hogy viricselek, hogy megcsapolom a nyírfát, hogy miért veszem el tőle, hogy miért bántom. Nem, ezt rügyfakadásig a fa önként adja oda az embernek, aki elfogadja ezt. Rügyfakadás után már valóban nem illik hozzányúlni a fának, mert utána de már keseredik kell a fának. Is. Meg keseredik, persze, de az már a fa növekedéséhez, meg további fejlődéséhez kell. De hogyha az ember betartja ezeket az íratlan, úgymond isteni ilyen törvényeket, szabályokat, akkor teljesen, mondom, tehát ő is azért van, hogy minket segítsen. A nyírfák pont a változásokhoz segítik az embereket így alkalmazkodni, tehát segítenek könnyen változni, változtatni, és pont amikor így a világban is ugye elindultak ezek a nagy-nagy változások, valahogy akkor is így teljes ösztönös módon akkor kerültek be így a szendergőfáim így a kertbe. Tehát azért mondom, hogy én körbe vagyok ugye csupa olyan fával, növényel, ami tényleg engem támogat, tehát ami így nekem kell. Ezek milyen fajták? Ezek a Betula utilis jackmonti, azaz magyarul a himalájai nyírnak egy fajtái, és azért is mertem ennyit és ilyen közel ültetni, mert ugye ők olyan 6-8 méternél nagyobbra nem nőnek meg. Kicsit barátibbak, mint nyilván a 25 méterre növő alapfaj. Ennek a fajtának olyan a törzse, mint a porcelán. Igen, azért is szeretem őket, mert hihetetlenül, és ahogy idősödnek, egyre hófehérebb a kérgük, és az is igaz így mondjuk kertépítés szempontjából, hogy ilyen ligetbe ültetve ez a fehér szín, ez olyan még dominánsabb, tehát még jobban felerősödik, úgyhogy hihetetlen, hát meg télen, hát milyen dísz, tehát hihetetlen, tehát mondjuk egy színes veszélyű somokkal, mint ami nekem is van, ugye az ágyásból sárga veszélyű, akkor vannak vörös veszélyű somok, tehát azokkal társítva, hozzá még mondjuk berkenyéknek az ágon maradt bogyóival, hát szerintem a legcsodálatosabb télkerteket lehet így magunk köré varázsolni. Azért mondom, hogy a régi kertjeink ezért voltak szakrálisabb kertek, vagy nem is szakrálisabbak, hanem szakrális kertek, mert minden növénynek helye volt, mondom, mindent tudták, hogy miért kell beengedni a bodzet a kertbe, miért kell ezt a fát ültetni, miért kell ezt a növényt. Úgyhogy voltak olyan növények, amik szinte tényleg kötelező jelleggel így minden kertben ott volt. Eperfa. Az eperfa az ugye a termékenységnek minél több eper volt rajta, minél több kis mag, az ugye a termékenységet szimbolizálta. Tehát akkor, úgyhogy itt az udvarok közepén eperfát, persze, alatta a tyúkokkal, ugye, amik szedegették a lehullott gyümölcsöt, úgyhogy... Na most ezt a fát el kéne ültetnünk, de ezt két nő el tudja ültetni? Hát, nem tudom, mert ugye ezt ki kéne emelni ebből a gödörből először, igen. Megpróbáljuk? Megpróbálhatjuk, persze. Jó, na, azért a faültetésről azért beszéljünk még, igen. Mert neked ugye ehhez is nagyon sok jó tanácsod van, vagy vannak titkaid, amit nem a, tehát megkaptad a titkot, megkaptam és most tovább adjuk. Igen, és nem lesz titok többé. Igen, ennyi volt a titokról. Igen, igen, hogy jó ültetni bárhol is legyünk, igen. Bármilyen talajnál. É, persze, egy fát. De azt azért elmondanám, ugye, mert ez is egy kicsit olyan tévhit szerintem az emberek fejében, hogy ugye csak tavasszal, meg csak ősszel lehet ültetni, és mindig elmondom, hogy konténeres, meg cserepes növényeket az év bármelyik szakában lehet ültetni. Nyilván sokkal nagyobb odafigyeléssel, mint egyébként, mert ugye ebben a nyári melegben azért nyilván több trágya, több víz, több minden kell a növénynek ahhoz, hogy azért ezt a meleget leküzdve
hát gyökereljen aztán, igen, megfoganjon a talajban. Úgyhogy, de mondom, nyugodtan lehet őket ültetni. Ugye itt előre már azért egy kicsit kilátásva a gödör, de... Kicsit, igen. Komoly munka, igen. De mondom, ugye úgy kell majd, hogy az aljára ugye... Hát mondjuk egy ekkora fánál, meg ekkora gödörnél, mondjuk annak a 25 literes, ugye én is ilyen szárított hőkezelt marhatrágyát használok, pontosan azért, hogy még több ilyen kártevőt ne hozzak be, tehát ilyen lótücsök és társai, tehát ezeket így próbálom távol tartani a kerttől. És ugye azt így össze kell keverni az altalajjal, és akkor utána ugye még egy kis földet tenni rá, hogy ugye a gyökér zónát ne közvetlenül persze, mert akkor kiégeti ugye a marhatrágya a gyökereket. És nekem egyszer egy kertész ismerősöm mondta ezt, hogy Dóráska, ha jót akarsz ültetésnél és biztosra akarsz menni, akkor tegyél be az ültető gödörbe egy icipici savanyú tőzeget. És mondom, azt meg... Tehát azt mondja, nem, tehát nem az, amire te is gondolsz, tehát hogy nem savanyítunk, hanem a marhatrágya és a savanyú tőzegnek ez az 1-3 arányú keveréke, ez pontosan megint a begyökeresedését segíti a fának. Uh-huh. Tehát annak idején így mondta, 1 marék tőzeg, 3 marék marhatrágya. És tehát hogy alulra akkor... teszünk marhatrágyát, befedjük földdel, rátesszük a igen, még egy konténeres... Igen, de még oda bele lehet keverni egy pici, mondom, ezt a savanyú tőzeget. Tehát azt is alulra. Igen, vagy belekeverjük. Ez a kérdésem, hogy az is csak alulra, vagy az egészet egy ilyen keverékkel töltjük meg ezt a maradék részt az ültetőködőrbe? Az mehet köré és alá is, mert az nem éget. Uh-huh. Tehát az fel tudja szívni a növény, uh-huh. növény így bárhonnan, utána már úgy is. És akkor ugye utána visszatöltjük, illetve hát az iszapolás ugye az, ami megint csak lényeges ezeknél. Mielőtt berakjuk a fát, nekem azt is mondták, hogy akkor a gödörbe megtöltjük vízzel, és hagyjuk eltűnni a vizet. Igen. És utána csináljuk mindent. Sőt, mostanában már a legtöbb ismerősöm úgy csinálja, hogy nem csak egyszer hagyja, hanem valamikor kétszer, háromszor is, főleg ebben az asszály miatt, meg hogy ilyen meleg van. Hogy körülötte tehát, is igen, nedves legyen igen, a föl. Pontosan, hogy egy picit átnedvesedjen. És akkor utána ugye jön a beiszapolás, és ugye egyébként minden növénynek az élete, de ez az ibolyától a fáig értendő, az első éven múlik, méghozzá a locsoláson. Uh-huh. Tehát locsolni kell, és sokkal több vizet kell adni a növényeknek, mint amennyit egyébként normál körülmények között igényelnének. Uh-huh. De nem kell a fának a gyökereit, nem kell kicsit megbontani, hogy könnyebben menjen? De azt inkább a szabad gyökerűeknél szoktak. Ugye van, amikor egy picit megmetszik a gyökeret is, hogy még jobban fokozzák ezt az eredésnek. Uh-huh. Ahogy az igen, ág is. Igen. De itt inkább majd az ágakból kell majd egy picit lecsípni, mert ott is elméletileg, hát így jó, ha az egyharmadát így minden ágnak visszavágja az ember, tehát hogy ne oda tolja most ugye az erőt, energiát az ágakba, levelekbe, hanem koncentráljon a gyökérre. A gyökerére. Aha, igen. És akkor ez csak egy olyan aprócska trükk, amivel tényleg tudom segíteni a növényt. Szerinted el tudjuk ültetni? Nem tudom. Igen, közben nekem is ez jár a fejemben, hogy itt bűvölöm ezt a gödröt, vagy... Ehhez egyébként te hívnál férfit? Persze, szerinted ez kiásta ki az édesapámnak, szóltam, így, hogy jöjjön már valaki, és ássa ki ezt a gödröt, mert én arra sem voltam képes. Hát figyelj, ez egyébként most őszintén, ugye azt írod mindig, hogy a kert az egy női energia, és ugye minden embernek, férfiaknak is, nőknek is van egy női oldaluk és egy férfi oldaluk. De szerintem a faültetés az férfi oldal. Az férfi, igen. Tehát régen is úgy volt, hogy ugye a nőké volt a virágos kert, a férfiaké, meg a gyümölcsös, meg a szántóföldek. Igen, tehát ilyen, hogy meccések, oltások, igen, szemezések, igen. Ezek tipikus férfi feladatok voltak, ugye, ha így fel lehet osztani, igen, így a világban ezt a férfi és női feladatokat, akkor ez így volt régen.
Hát igen, de azért a kert mégiscsak érezni lehet, hogy egy konyhakert vagy egy virágos kert, az tényleg az ember női oldala. Persze. Női energia. Egy női, tehát a kertészkedés az egy női minőség. Uh-huh. Nem véletlenül mondják, hogy az anyaföldel dolgozol, és hát a hold, ami ugye, amivel össze vannak kötve a növények, ugye hát nagyon sokan ugye vannak, akik a hold fázisok szerint kertészkednek, tehát ezt is igazság szerint figyelnünk kéne, mert az sem mindegy, hogy mikor ültetünk, mikor vetünk, mikor vágunk mikor le belőle ágat. Igen, tehát hogyha ha még nagyobb ilyen összhangban szeretnénk élni a természetben, meg a növényekkel, tehát egymást így támogatni, akkor igazából ezt is figyelembe kéne vennünk, tehát így a hold járást. És ugye hát a hold is egy női minőség. Igen. Én azt hittem, hogy segíteni fogok neked, de ez olyan hihetetlen nehéz, hogy ne haragudj, Dóra, én innen el fogok menni anélkül, hogy segítenék elültetni neked ezt a fát, mert ez kell egy férfi Persze. erő. Tehát ez iszonyat nehéz. Persze. De valami más tudok segíteni esetleg? Hát mondtam, amit innen kizettem, hogy hívják okat, ezt a szibériai íriszeket, ezt úgyis át akartam a tópartjára, mert ott amúgy is... Jobb életszerűbb, van. Igen, életszerűbb egy szibériai írisz a tónak a partján, mint az ágyásban mondjuk. Azt beültetjük. Jó, csak hogy ne menjek el anélkül, jó? Hogy ha már ennyire készültem. Jó. Egy finom, friss, hideg, olasz tésztasalátát készítek. Nagyon sokféleképpen lehet variálni, attól függ, hogy milyen zöldségünk van. Én sütöttem egy kis felezett koktélparadicsomot, le fogok dinsztelni apró kockára vágott sárga cukkinit, megfőzöm a tésztát, és összekeverem még sok-sok földi jóval. Még szebb lesz a tésztasaláta, ha színes tésztát használom. Ez ugye egy ilyen zöld, sárga, narancssárga vegyesen, ugye ezt sárgarépával színezik, a zöldet pedig vagy bazsalikommal, vagy spenóttal. És ez az a főtt tészta, amit majd le kell mosni. Ugye a lényeg az, hogy ne ragadjon össze, le kell mosni, és ki kell hűteni, mint minden hozzávalót. Amíg ez a tészta megfő, addig egy kis frissen szedett sárga gömbcukkinit aprítok. Nem hámozom meg, mert annyira zsenge, hogy meg se kell nyomni az ujjam és beszalad a körmöm. És ez is sokkal szebb lesz, hogy a sárga héja is ott van benne. Annyira zsengék a magjai, hogy én nem, ilyenkor még nem veszem ki, de aki ezt nem szereti, nyugodtan vágja ki a magházat. És szép apró kockákra felvágom, közben elkezdem melegíteni egy kis olívaolajjal a serpenyőt. Mióta magam termelem az összes zöldséget, azóta nagyon nehezen dobok ki bármit is. Szerintem a legjobb módszer a pazarlás ellen, hogy aki csak megteheti, termeljen meg mindent.
Egyébként ez így köretnek is zseniális, ilyen apró kockára vágva, csak éppen hogy átsütni olívaolajon, sóval, pici borssal vagy bazsalikommal még a cukkinit. Horvátországban tanultam egy szobrászművésztől, hogy hal mellé ennek a duplájára vágott cukkini kockát 3 percre csak sós vízben hőkezelte, leszűrte, és úgy forrón, nagyon finom olívaolajjal meglocsolta. És akkor beszívta az olívaolajat a cukkini, és az volt a tonhalnak a körete. 2 perc alatt kész, és valami egészen elképesztően finom. Ez egyébként hasonló, mert ugyanúgy beszívja az olívaolajat, amit alá tettem, a cukkini. És hogy ennyire zsenge, tényleg pár perc hőkezelés kell neki. Mikor már jól sül, akkor megsózom. Ez kész is. Ennyi elég a cukkininek. Amikor a tészta megfőtt, akkor leszűrjük, hideg vízzel lemossuk, jól lecsepegtetjük, hagyjuk teljesen kihűlni, és akkor folytatom, hogy kell összeállítani a tésztát. Gyönyörűen megfőtt. Arra vigyázzunk, hogy ne főzzük túl a tésztát, tehát még rá tudjunk harapni. Ne legyen szétázva a tészta. És akkor jöhet rá friss paradicsom. Legízletesebb. Ez ad egy kis savasságot. Olívaolaj. Azért jó ez a csavart tészta, mert az olívaolaj így beül a kis csavar résekbe. Kell rá só. Jöhet rá a cukkini. Mozzarella. Ezt is összekockázom. A sült paradicsomot teszem a végén rá, hogy ne nyomjam szét a sok kevergetéssel. Jöhet rá bazsalikom, egy picit megtépve vagy megvágva. És a sült paradicsom. Meghalmozzuk a tetejét olajbogyóval. És akkor jöhet egy adag. Gyönyörűség. És a végén nagyobb parmezán csíkok vagy rögök, ki mit szeretne. Na ennyire egyszerű, kis zöldséges, olivás, sajtos tészta. Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az egy.hu receptkeresőjében.